A Szekszárdon 270 millió forintos pályázati forrásból megvalósított ágazati képzőközpont munkáját ismerhették meg a duális képzésben partnervállalkozások képviselői Dombóváron. A Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja elmondta, hogy egy jól felszerelt műhely áll a tanulók rendelkezésére. Hát ez a projekt tulajdonképpen egy Inop 627-es konstrukcióban megvalósuló projekt. Ennek a fő üzenete és fő célja az, hogy egy duális képzőhelyet, egy új típusú duális képzőhelyet hozzunk létre, amit ágazati képzőközpontnak hívunk. Elsők között hoztuk létre az országba. Ez elsődlegesen azt gondolom, hogy a fő üzenete az, hogy hogyan lehet együtt gondolkodni, együtt működni különböző cégeknek és egy oktatási intézménynek vagy egy szakképzési centrumnak, abban, hogy a tanulók minél magasabb szintű színvonal, egyre színvonalasabb oktatásban részesülhessenek. Ebből az összegből most egy tanműhelyet szereltünk föl, ami egy kifejezetten gépjárműipari oktatásra alkalmas tanműhely. Oda most a csúcs technológiát vittük be, kifejezetten az e-mobilitásra fókuszálva elsődlegesen. Ez azt jelenti, hogy preparált hibrid autó, elektromos autó, és persze természetes módon a klasszikus benzines autó is ennek ellenére megvan a rendszer. Az ehhez kapcsolódó mérőműszerek, emelők, gépjármű szervizeléshez szükséges eszközök kerültek beszerzésre, és mellette pedig létrehoztunk egy Gradum Nonprofit Kft.-nek nevezett céget, amely cég kifejezetten duális képzőhelyként működik, ágazati képzőközpontként működik. Ez az ágazati képzőközpont jelen pillanatban közel 50 tanulónak a képzését végzi, és a specialitása az, hogy valójában oktatásszervezést végzünk ebben a Nonprofit Kft.-ben, és a tulajdonosaink a Kft. Tulajdonosi körére alapozva, az ő infrastruktúrájukra alapozva működik maga a tanulóknak a duális képzése. Én azt gondolom, hogy ez nem az iskolának a létesítménye, amiről most beszélünk, hanem ez egy klasszikus, valódi duális képzés kint a cégnél. Az iskolai műhely az azt a célt szolgálja, hogy az a lehetőség legyen biztosítva, hogy ami egy adott cégnél nincsen, vagy egy szerviz körülmények között nem mutatható meg, mert úgy kellene hozzányúlni egy autóhoz. Azt tudjuk megmutatni, tehát ez inkább egy ilyen kiegészítő tevékenység, nem ide visszük a gyakorlati képzést, mert nem ez a cél, hanem az a cél, hogy ide olyan technológiát vigyünk be, egy olyan csúcs technológiát, ami adott esetben valamelyik képzőhelyen nincsen meg, és ezzel kiegészítjük őket. A diákok elméleti oktatása a Tolna megyei szakképzési centrum intézményeiben, a gyakorlati képzés pedig a választott partnerszervezeteknél történik. Mi azt látjuk, hogy nagyon sikeres, és azt tapasztaljuk, egyre több helyről jön vissza, hogy a cégek azért vállalják a duális képzést, mert munkaerő utánpótlásra van szükségük, és egyre többen látják és belátják azt, hogy ezt akkor a legegyszerűbb biztosítani, ha saját maguknak nevelik ki a munkaerőt. Nagyon jó példa, hogy van olyan cégünk, ahol 17-18 tanuló volt az előző időszakban, és 7 tanulót foglalkoztatnak most már azóta, tehát végeztek, és most már munkavállalóként vannak benn, sőt, olyannyira megismerték őket, és olyannyira bíznak bennük, hogy most egy következő képzésre is beiskolázták őket. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon jó folyamat, egy olyan folyamat, ami támogatja a fiatalokat, támogatja a helyben maradást, támogatja a további tanulási utakat, tehát egy komoly életpályát tudunk biztosítani a gyerekek számára. Akkor lennék igazán boldog, hogyha azt látnánk, hogy további céges együttműködések is kialakulnak, és nem a klasszikus értelembe vett iskola-cég közötti kapcsolat, hanem a cég és cég közötti kapcsolatok is ki tudnak alakulni. Ezek működnek egy más üzleti szempontból, viszont a képzési oldalon is nagyon fontos lenne, mert így egy sokkal nagyobb minőséget lehet elérni. Egyébként meg hát az infrastruktúrális fejlesztésben mindig szükség van fejlődésre, mindig szükség van nyitottságra. Nagyon-nagyon sok fejlesztést tudtunk az elmúlt időszakban megvalósítani különböző területeken, részben pályázati forrásból, részben saját forrásból, de hát az a cél, hogy a szakképzésben tanuló gyerekek a lehető legmagasabb szintű oktatásba részesüljenek. A duális partnerek tekintetében a pénzügyi vállalkozási ügyviteli, valamint a logisztikai területen lenne még szükség együttműködő vállalkozásokra. Már nyílnak megalakulnak olyan együttműködések, olyan cégek is beléptek, akikkel korábban nem volt
partnerségünk, és nem volt duális képzőhelyik, vagy nem működött duális képzőhelyiként. Tehát ezen a területen is elindult egy mozgás. Itt még azért az az igazság, ezt őszintén ki kell mondani, hogy itt még nem tudtunk minden diákunkat duális képzésbe vinni. A megyében több helyszínen is készül olyan rendezvénnyel a szakképzési centrum, ahol a duális partnerek tájékoztatását szeretnék megejteni, bemutatni számukra az ágazati képzőközpont működését. Arra törekedtünk, hogy azokon a helyeken, ahol a centrumnak iskolája van, ott mindenképpen legyen, azokon a helyeken, ahol erős a duális partnerség, erős az önkormányzat és a vállalkozók közötti kapcsolat, mindenképpen mutassuk meg ezeket a lehetőségeket, így jöttünk Dombovára is. Az ágazati központban az elektromos és hibrid technológiák terjedéséhez alkalmazkodó, a régió lakossági és vállalkozói igényeinek megfelelő szakembereket képeznek ki.